Mária Ké mind évszázadok óta a helyi német kisebbség búcsújáró helye, ezért annak felújítása nagyon sokat jelent a német kisebbség számára, mondta Udvardi György. Az ősi kegyhely rendezésének első fázisát mintegy 60 millió forinttal támogatja a magyar kormány. Nagyon fontos egy közösség számára, hogy az a templom az valóban az otthona legyen. Az is tény, hogy az elmúlt évtizedekben ezek a templomok éppen az anyagi források hiány nagy károkat szenvedtek. Szeretnénk ezeket felújítani. Nem pusztán épület megóvásról van szó, bár az látszik, hanem minden egyes alkalommal, amikor egy épület megújul, szépül, az visszahat az ott élő emberre. Ez itt már a Nagynyáradi templom, amelynek felújítási munkálatai még mindig tartanak. Összesen 123 millió forintot költöttek a beruházásra. Ezzel alkalmassá vált arra, hogy az ott élő hívek méltó körülmények között tudják gyakorolni a hitéletet. Nagyon sok kisebbségi önkormányzat működik ebben a térségben, és ezek, ha forrásszerzési lehetőség van, ha ezt az állam felkínálja számukra, akkor ők mindig élnek is a lehetőséggel így ebbe a választókörzetbe, csak ebbe az utóbbi két hónapban, mert ez körülbelül akkor zajlott le ez az akció, 180 helyre érkezett kisebb-nagyobb forrás, nyilvánvalóan a nagyobb összegek a nemzetiségi önkormányzatokon keresztül templomok és egyházi célokat szolgáló építmények felújítására szolgáltak. Nemzetiségeinek megmaradásához, legyenek azok németek, horvátok vagy szerbek, szükséges a hit megerősítése és megtartása, hangsúlyozta Soltész Miklós. A magyar egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár aláhúzta a nemzetiségek értékei Magyarországnak, ezért azok támogatása kiemelten fontos. Ezek mind-mind azt szolgálják, hogy nemzetiségeink itt maradjanak, erősödjenek hitükben, és egyébként pedig azt az országot, amelyben élnek, annak a hű állampolgárai legyenek, úgy, hogy közben pedig az anyanemzetükkel tudják a kapcsolatot tartani, nyelvüket, kultúrájukat és sok minden mást is megőrizve. A magyar kormány egyebek mellett 10 millió forinttal támogatja a Majsi szerb ortodox templom belső rekonstruálását is, amely 1984 óta műemléki védettség alatt áll. A Bói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola konyhája pedig 60 millió forintból újult meg a magyar kormány voltából.